magyar jégkorong legendája, nem csak itt mellettem a kommentátorálásban, de a szakvezetői pozíciókban is láthattuk itt ugye a két edzőt, két korábbi válogatott játékos, Fodor Szabolcsot és Tokai Viktort, akik az FTC, illetőleg a DVTK csapatait irányítják. Ritó nem tudja befűzni Carmen Iemit. Ő is már régóta ugye az FTC színeiben, ez a finn vonal eléggé bevált az elmúlt időszakban. Ó, és ott a vezetés! A kipattanó korongot Somogyi Balázs üti be! Somogyi, aki nagyon eredményes volt ugye itt a rájátszásban is, megint jókor volt, jó helyen. Kipattanót üres kapura ütötte be. És előnybe kerül így a Ferencváros. Rá kell rakni még egy lapáttal, de nyilván óvatosan kell azért kockáztatni, mert Ferencvárosban azért van támadó potenciál, és ha túlságosan kinyílnak, akkor az megbosszulhatja magát. Bán került helyzetbe, és ott a második gól. Megint egy kicsorgó, kipattanó korong, erre tudnak lecsapni a zöldfehérek, és megszerzik a második gólt, alig 2,5 perccel az első után. Német Attila az, aki végül bekotort a közelről. Ővi a második találat. Német Attilát is sokat dicsértük korábban, ő is nagyon aktív volt az egész rájátszás során, nagyon sokat korcsolyázott, fontos góloknál vállalt szerepet. First Tig. Rutinos volt. Korongot, igen. Kitette még az evezőt is egy pillanatra a tekintélyteremtés céllal, nehogy őt palánkra szorítsák. Itt pedig 3-1-ben, 4-1-ben jön a Ferencváros, és ott van a harmadik gól. Megroppanthatja most ellenfelét a DVTK-t a Fradi. Vastaps a saját kispadjukról, mindenki talpon. Ez most egy döntő periódus a mérkőzésen. 3-0. És itt a gól követően Tokai Viktor rögtön időt kér. Nagyon szép találatot szerzett Tóth Gergely. Elörbi, most már ő is a jégen lejárt, ugye az a 10 perces büntetése, amit kapott Magosi. A beüti! Ember hátrányból Magosi Bálint. Hát bizony a rutinrókáknak elő kell lépniük. És ez azért jelentett egy ébresztőt is. Éppet nem tudta elszúrni, illetve Magosi talán elszúrta előtte, meglépett, és ebben a lábversenyben maradt annyi ideje, ugye Carmen Iemi jött vissza, hogy kilője a hosszú botost. Köztig tette volna át a másik oldalra, de ugye az ember hátrányig megmaradt, most jártnak csak le, megúszta a DVT-k az első hátrányát, Galajda újra a jégen. Ott a negyedik, Somogyi, a svájci figura végén, a rövid saroknál ott maradt Somogyi Balázs, és ő duplázik. Hát most nagyon beindultak, 0-0-nál mondtam, hogy messze az a 11 gól, ami a tavalyi bronzmeccsen volt, most már akár látótávolságon belülre is kerülhet. Meg kell dicsérjük Tóth Adriánt, aki nagyon szépen vaktába úgymond, vagy nem nézett vissza, úgy adta vissza Somogyinak, ez egy gyönyörű találat volt. Sági maradt itt bot nélkül. Ez beakadt, Vojtko távoli lövése. És Vojtko nagyon jól olvast ezt a lehetőséget, egy jó cserét tudott maga mögött, a Miskolc forgatott a támadó harmadban, Ságinak ugye itt eltört az ütője, Vojtko ezt jól olvasta, kapura rakta, érezte, hogy Sági nem tudja blokkolni. Az FTC Telekom ezzel a sikerrel tehát megszerzi a Magyar Kupa bronzérmet a 2021-es kiírás alkalmával. A címvédő tehát legalább a tegnapi Deac elleni vereséget követően vigasztalódik és megszerzi az érmet, úgyhogy győzelemmel fejezi be a szezont Fodor Szabolcs együttesen.